Lakatos lakótelepi Cseperedő óvodában folytatódott az önkormányzat tornaszoba programja. A pár éve elindított fejlesztési terv célja, hogy minden óvodában megfelelő körülmények között tudjanak mozogni a gyerekek. Ez a felújítás magában foglalta az aljzat teljes körű betonozását, újra betonozását, valamint a csúszásmentes és immáron gerinckímélő sportpadló letételét, a helyiség testését, illetve a világítás korszerűsítését. Galgóczi Zoltán alpolgármester köszöntőjében arra hívta fel a kerületi óvoda pedagógusok figyelmét, hogy ebben az évben minden intézmény részére 1 millió forint eszközvásárlási lehetőséget biztosít a városvezetés. Így ugye ebben az évben rendhagyó módon elindítjuk a játszó eszközfejlesztési programunkat is. Itt is akkor bejelenteni, mert csütörtökön nem biztos, hogy ott tudok lenni, az óvoda vezető értekezleten nettó 1 millió forintra bővítettük a játszóeszköz vásárlást minden óvodában. Reméljük, hogy ez is hozzásegít ahhoz, hogy a gyerekek jól tudjanak mozogni, hasznosan tudjanak mozogni, örönteljen tudjanak mozogni, jókedvűen. A Cseperedő óvoda tornaszobáján délelőttönként a csoportok, míg délutánonként karattésok, a Városgazda Utánpótlás Akadémia, óvi focistái és néptáncosok fognak osztozni.